a Magyar Állami Népi Együttes 1951-től gyűjti, életben tartja és színpadi formában továbbadja a magyar nyelvterület néptáncait, népzenéjét és nemzeti értékeit. A sátoraljaújhelyi bemutatón a Kárpátalján élő magyarok, ukránok, ruszinok, huculok, románok, cigányok és zsidók sokszínű és gazdag tradicionális kultúráját láttatta. Az antológia felmutatta e népek hagyományaiban fellelhető közös vonásokat, illetve a nemzeti sajátosságokat. Az volt a cél, hogy ezt a kis tájegységet, ami nagyon izgalmas, hiszen egy kis területen nagyon sok nemzetiség él, magyarok, ruszinok, ukránok, huculok, cigányok, zsidók, szlovákok, lengyelek, oroszok, szóval szinte felsorolhatatlan, de mégis az ezer éves Magyarországhoz tartoztak, tehát egy a mi kultúránk, és hát azért is nagyon aktuális a mai jelenlétünk itt Hegyalján, hiszen hát ez mind Rákóczi birtok volt, és az előadás többek között a fejedelemnek is emléket állít, mint ahogy a honfoglalásnak, és mindazoknak a fontos történelmi eseményeknek, amik Kárpátalja szűke vagy tágabb régiójában lejátszottak az elmúlt ezer évben. Az előadásban a dallamok Hetényi Milán és Herzko Ágnes hangján csendültek fel. A népdalok között a legkülönlegesebb egy zsidó ima és egy román kesergő volt. Egy elég parázs román tánc összeállítás után van ez a kicsit szomorkás hangulat, ami egy nagyon jó felütése egy ruszin horovót táncnak. Én bízom benne, hogy azok az emberek, akik egy árvaszót nem fognak érteni a román énekből, azokat is önmagában a zene meg fogja érinteni. A Zempléni Fesztivál ebben az évben a korábbiaknál több programot kínál a sátoraljaújhelyi közönségnek, a kínálat pedig széles körű. Pontosan összetalálkoztak az elképzeléseink, ennek nagyon örülünk, de nagyon jól sikerült várakozáson felül, nagyon-nagyon jól sikerült a Sinatra 100-as koncert, ez az mai este, ez abszolút teltházas lesz, de hát az Állami Népi Együttest azt itt sosem kell reklámozni új helyben, meg hát a Néptáncfesztivál is most kezdődik, és nagyon örülünk, hogy felújíthatjuk a barokk kávéuzsonnát még a Néptáncfesztivál végén, a mi fesztiválunk utolsó délutánján. A Magyar Nyelv Múzeuma, ami hát ugye ide tartozik új helyhez, az természetesen minden évben a fesztivál ide szakába eső hétfői este mindig belekerül a programsorozatba. A Magyar Állami Népi Együttes megidézett Kárpátalja című bemutatója nagy sikert aratott a nézőközönség körében.